Decembertől élesítik az állami lakástámogatási rendszer új elemeit. A kétgyermekes családok számára is elérhetővé válik a maximum 10 millió forintos új lakás vásárlására fordítható kedvezményes kamatozású lakáshitel. A háromgyermekesek esetében pedig az eddigi 10 millióról 15 millióra emelkedik a maximális hitelösszeg. A kedvezményes kamatozás azt jelenti, hogy a kérdéses lakáshitel kamata. Legfeljebb 3%-os lehet a teljes futamidőben, amelyet maximum 25 évre igényelhetnek. A kedvezményes hitel alacsonyabb törlesztő részletet jelent az érintett családoknak a piaci kamatokhoz képest. Egy 20 évre felvett 10 milliós kedvezményes hitelnél a havi törlesztés 55-56 ezer forintra, a 15 milliósnál 83-84 ezer forintra jön ki. A piacon elérhető legkedvezőbb, végig fix törlesztés garantáló, 20 éves futemidejű, 10 és 15 milliós lakáshitelek havi 66 és 100 ezer forintos havi kiadásához képest évente 120-180 ezer forintos megtakarítást jelenthet az állami támogatással futó konstrukció. Ráadásul az adósságfék szabályok és az alacsonyabb törlesztő részletek miatt. 15-20 kal kisebb családi összjövedelem is elég lehet 10 vagy 15 milliós csokos kölcsönhöz. A családi otthonteremtési kedvezmény bővítése mellett az is friss változás, hogy a 2019 végére már szerkezetkész új lakások esetében továbbra is alkalmazni lehet az 5 os kedvezményes áfakulcsot, ha az adásvételi szerződést benyújtották a földhivatalhoz az elmúlt héten elfogadott áfa törvény módosítás abban is segítheti a vevőket, hogy 2019 után ne csökkenjen drámaian az új lakások kínálata.